átalakuláson estünk túl, rengeteg fiatal csatlakozott hozzánk. Nagyon sokat dolgoztunk a nyáron, és a fiatalok egyre jobban épülnek be. Azért van egy úgymond idősebb keret, nyilván azt a magabiztosságot tudjuk adni a fiataloknak, amire szükségük van. Felkészülési mérkőzések biztos elérték a céljaikat szerintem. Láttuk, hogy miben kell még javulnunk, miben vagyunk erősebbek. Szerintem a csapat legnagyobb erőssége, hogy nagyon együtt vagyunk, sikerült nagyon összeszoknunk, meg összebarátkoznunk a felkészülés alatt, és hogy küzdünk a végletekig egymásért. Nagyon komoly mérkőzés lenne, ha a tavalyi csapat játszana az ideivel. Az a baj, hogy nem tudok biztosat mondani, mert nem tudok mindkét csapatba játszani. Remélem jók leszünk így is, és sikerül a feljutás. Szilárd nagyon profi dolgokat hozott magával. Teljesen olyan, mint egy akadémián lennénk, azt próbálják beépíteni itt a klub életébe, ami nagyon pozitívan érintett szerintem mindenkit. Komoly szakmai stábunk van, komoly kondi edzéseink vannak, és a Szilárdnak persze a szakmai tudása, ami előre visz minket. Munkában nem lehet észrevenni szerintem a különbséget, mert teljesen úgy tudunk felkészülni, meg úgy tudunk edzeni, mint egy NB1-es klub lennénk. Idén is én vagyok a csapatkapitány, ami nagyobb felelősségnek érzem most, hogy feljött sok új emberünk van. Fiataloknak próbálok példát mutatni, mik is az elvárások, meg hogyan kell beilleszkedni. Szerintem nem teher, hogy ki van mondva, hogy szeretnénk feljutni, inkább plusz motivációt tud nyújtani szerintem a csapatnak, hogy van egy cél, amiért közösen küzdünk, és küzdenünk is kell. A Mezőkövesd elleni mérkőzésünk az elég kaotikusra sikerült. Voltunk teljesen a mennyekben, voltunk teljesen a pokolban. Nehéz mérkőzés volt, erre is számítottunk. Tipikus első mérkőzés volt számunkra. Lelkesedtünk, az utolsó percig küzdöttünk. Kapus teljesítményünk szerintem megint nagyon jó volt, ahogy az egész felkészülés alatt. Remélem több ilyen izgalmas mérkőzésre nem kell számítani hazai pályán. Óz az nagyon komoly ellenfél lesz. Sokat is utazunk. Ózdon mindig nehéz nyerni, szerintem minden csapatnak megnehezítik a dolgukat. Próbáljuk szerintem a mi taktikánkat rá erőltetni az Ózdra, rohanni fogunk, abban biztos vagyok. Ki kell javítanunk a hibáinkat, eladott labdákat, nem szabad csinálnunk technikai hibákat. Próbáljuk felőrölni az Ózdot, és remélem sikerülni is fog.